Jó estét kívánok, ez a Kanizsa TV híradója november 28-án, szerdán. Nézzük először fontosabb híreinket röviden. Mint a villám, Magyarország legnagyobb gyors töltőközpontját adták át Sormáson. Közgyűlés előtt a tanévkezdés tapasztalatairól és egy bajcsai közterület elnevezéséről is tárgyaltak a szakbizottságok. Egyetlen fa, értékes győzelmet szereztek a kanizsai tekések. Átadták Magyarország jelenleg legnagyobb kapacitású villámtöltő központját Sormáson. A tavaly létesített Tesla Superchargerek mellett a Nemzeti Közművek Mobility részlege 5 oszlopot üzemelt be, amelyek révén összesen már 13 autó is töltődhet egyszerre az M7-es lehajtótól 2 kilométerre található parkolóban. Az egyik új töltő használatát mutatják be egy elektromos autón Sormáson. A Nemzeti Közművekhez tartozó NKM Mobilitás Kft. 2 villám és 3 csatlakozós gyors töltőt telepített az István Park Hotel és étterem parkolójába. Mindenelőtt megvalósítsuk azt, hogy a villanyautósoknak. Az átadáson elhangzott több szempont is közrejátszott a helyszín kiválasztásában. Tényleg nagyon kulturált és barátságos körülmények között tudják azt a 20-30 percet eltölteni, ami a autóik feltöltéséhez szükséges. És a stratégiai is fontos helyszín ez a Sormás, a Nagykanizsai helyszín, ugyanis délnyugat felé, az M7-es autópálya mellett mindazok, akik akár Olaszország felől, Ausztria déli részéről, vagy Horvátországból jönnek Magyarországra, vagy akár mennek a Balatonra, itt fel tudják tölteni az autóikat. A villámtöltők 50, a gyors töltők pedig 22 kW-osak. Ezeket egyszerre 9-en használhatják, de az új oszlopokkal szemben található Tesla Superchargerek révén egy időben akár 13 autó is töltődhet Magyarország jelenleg legnagyobb kapacitású villámtöltő központjában. Egy kitűnő lehetőség ez, és hát mindezt folytatni kell. Mi is ezt tesszük a városban, a belvárosban. Egyre több lesz majd az a lehetőség, hogy lehessen elektromos töltőken tölteni autót. Nagykanizsán egyebek mellett a Színház és a Hevesi utcában állnak rendelkezésre töltőpontok. A Sormási villámtöltő központ megnyitásával a tavaly alakult NKM Mobility részlege mintegy 50%-ra növelte töltőinek számát, amelyek állapotáról a töltőpont applikációban is tájékozódhatnak a villanyautósok. A tanévkezdés tapasztalatairól is tárgyalt a Humánbizottság. Az előterjesztés szerint évek óta csökken az óvodások létszáma, ami idén folytatódott, emiatt 3 csoportot kellett megszüntetni, egyet-egyet a Bajcsai, a Kertváros és a Hétszínvirág tagóvodában. Ám mindez nem járt létszám leépítéssel, hangsúlyozták a bizottság tagjai. Az ülésen kiderült az is, a Nagykanizsa központi óvoda valamennyi tagintézményében az óvoda pedagógusok csak nem fele az alapvégzettségen kívül felsőfokú végzettséggel, szakvizsgával is rendelkezik. 6 napirendi pontot tárgyalt a Városfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság tegnapi ülésén. Egyebek mellett javaslatot tettek a lakások bérleti díjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására, egy bajcsai közterület elnevezésére, valamint Nagykanizsa megyei jogú város integrált területi programjának módosítására. A napirendi pontok többségét egy tartózkodás mellett fogadták el a bizottsági tagok. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Jó vele cseverészni, a Kanizsai Campus duális napján egy humanoid robot is bemutatkozott. Közösen a fürdőkultúráért stratégiai megállapodást kötött a Zalakaros és a Sárvári fürdő. A duális képzésben rejlő lehetőségeket mutatták be a PEN nyílt napján. A sztárvendég egy robot, Pepper volt, akivel, mint kiderült, jóleső beszélgetéseket lehet folytatni. Jelenleg 3 szakon lehet duális formában tanulni a Kanizsai Campuson. A turizmus vendéglátás, a mérnök informatika és az üzemmérnök informatika szerepel a palettán. A Pannon Egyetem összes képzési helye bemutatkozott Nagykanizsán, és a hallgatók megismerhették azokat a cégeket is, amelyek az intézmény partnerei a duális képzésben. A vállalkozások tekintetében nagyon pozitív a tapasztalatunk, és azt el is mondhatom, hogy nagyobb a vállalkozások részéről az érdeklődés jelenleg, mint amennyi hallgató jelentkezik duális képzésbe. Ez nagyon meglepő volt számunkra is. Tehát a vállalkozásoknak a munkaerő és potenciális munkaerő felszívó képessége egyre növekszik, és ők nagyon nyitottak és keresnek is minket rendszeresen egyébként, hogy tudunk még hallgatókat esetleg hozzájuk irányítani.
A kampusz igazgatója azt mondta, a duális képzésből mindkét fél profitál, de a kémiának ki kell alakulnia a hallgató és a vállalkozás között. A befektetett idő és energia viszont a tapasztalatok alapján megtérül. Az ismertető előadások mellett a leendő hallgatókat egy meglepetés is várta a duális napon. Pepper egy kutató-fejlesztő központban tölti mindennapjait. A cél az, hogy ügyfélszolgálatos robot legyen belőle. A hardware, illetve a robot Párizsban készült, egy japán cég tulajdona. Világszerte 20 ezer ilyen robotot adtak már el. Magyarországon eddig azért nem terjedt el, mert gyári állapotában nem beszél magyarul. Pepper egy embergép interakcióra specializálódott robot. Az a célja neki, hogy azokat a beszélgetéseket, amiket egyébként megteszünk emberek egymás közt, ezt egy géppel is minél kellemesebben, minél érdekesebben tudjuk megtenni. Tehát ő neki az a fő tulajdonsága, hogy jóleső beszélgetéseket lehet folytatni vele. A Pannon Egyetem Nagykanizsai kampuszának hagyományos, minden szakot bemutató nyílt napja januárban lesz. Nyílt napot tartott a Pro Bono Senior Club. Az ülésen nyugdíjasokat érintő pályázatokról tartottak előadást, ismertették az alakorosi fürdő kedvezményes szolgáltatásait, valamint bemutatták a Senior Hírportálon végzett fejlesztéseket is. Együttesülésre hívta a klub vezetőket és az idősügyi tanács tagjait a Pro Bono Senior Club. Az év utolsó nyílt napján egyebek mellett részletesen ismertették a Nagy Kanizsa, Nagy Család elnevezésű projektet, valamint bemutatták a Senior Hírportál internetes oldalon végzett fejlesztéseket. Minden egyes weboldalt lehet fejleszteni, ahogyan, aki még emlékszik rá az őskorba két évvel ezelőtt, ugye ennek a mostani hírportálnak három menüpontja van, most már van öt menüpontja, és hát jövőre akkor, ha az a pályázat, amiről beszéltünk, elindul és sikerül, akkor pedig még egy menüpontra fog gazdagodni, szolgálva nem csak a időseket, hanem akkor a teljes kanizsai lakosságot, hiszen a Nagy Kanizsa Nagy Család projektünknek ez lesz majd a úgynevezett vezérhajója is a digitális vonalon. A hírportálon helyet kapott még egy adatbázis is, amelyel a nyugdíjasok számára keresnek és kínálnak különféle szolgáltatásokat. A nyílt napon az alakorosi fürdő által kínált kedvezményeket is népszerűsítették az ezüstkorúak körében. 2018. októberben vezettük be a nyugdíjas csütörtököt, és a csütörtöki napokon a nyugdíjas vendégeink 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a komplex belépőnket, az alafürdő összes létesítményét 50% kedvezménnyel használhatják. A kedvezményt várhatóan 2019 tavaszáig vehetik igénybe a nyugdíjkártyával rendelkező ezüstkorúak. Együttműködési megállapodást kötött az alakorosi fürdő és a sárvári gyógy- és wellnessfürdő. A hosszú távú együttműködés a két fürdő műszaki, üzemeltetési, gazdasági és marketing tevékenységét érinti. A közös munka célja a magyar fürdőkultúra hagyományainak megőrzése és továbbfejlesztése. A Dunántúl két jelentős fürdője, az alakarosi fürdő és a sárvári gyógy- és wellnessfürdő közötti együttműködési megállapodást az alaiak kezdeményezték. Azt szeretnék, hogy mind a két fürdő profitáljon abból, hogy együttműködik, és műszaki, gazdasági dolgokban erősítsék egymást, és a marketing akciójukkal még tovább tudjuk növelni a vendégszámot és az eredményességet a fürdőkben. A közös munka célja a magyar fürdőkultúra hagyományainak megőrzése és továbbfejlesztése mellett a jó gyakorlatok bemutatása. A tervek között szerepel egyebek mellett tájékoztatók és információs napok, valamint szakmai konferenciák szervezése is. Nagyjából hasonló vendégkörünk van a két fürdőnek, viszont szerencsére van egy olyan távolság közöttünk, ami miatt nem kell attól tartanunk, hogy egymástól vesszük el a vendégeket. Sőt, pont abban gondolkodunk, hogyha közösen marketingelünk és közös marketing akciókat alakítunk ki a vendégeink felé, akkor azzal ők is jól járnak, és mi is jól fogunk járni. Az együttműködés keretében kedvezményes belépőt is biztosítanak a cégek munkavállalóinak, természetesen a partnerfürdőbe. Civil találkozót szervez a Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület. A program elsődleges célja a kapcsolatépítés és a szervezetek csoportok közötti együttműködés elősegítése. A rendezvényen a Learning Enterprises program is bemutatkozik, valamint projekttájékoztatót is tartanak december 4-én a Halis István Városi Könyvtárban. Óvatosan a megosztásokkal tanácsolják a bíróságok. Napjainkban ugyanis jelentősen megszaporodtak a világhálón elkövetett rágalmazással és becsületsértéssel összefüggésben indított büntető eljárások.
Az általános tapasztalat az, hogy az emberek nagyon könnyen osztanak meg gyalázkodó tartalmakat az internetes közösségi oldalakon. Ez azért probléma, mert nem csak a becsület csorbítására alkalmas üzenet első közlője, hanem a sokadik megosztója is egyaránt felelősségre vonható. A becsületsértés bűncselekménynek minősül, és akár egy évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. A leggyakrabban volt házastársakról és élettársakról osztanak meg becsületsértő tartalmakat, de jogi személy is lehet a rágalmazás sértetje. A rágalmazás az, amikor becsületsorbító tényt közöl, hírezte valaki, alapesetben rágalmazás vétségéért egy évig terjedő szabadságvesztés a legmagasabb büntetés. Hogyha az egy minősített eset, például aljas indokból vagy célból, nagy nyilvánosság előtt, vagy jelentős érdeksérelmet okozva követik el, akkor pedig magasabb a büntetési tétel, 2 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel is sújtható. Ebből fakadóan jelentősége van annak, hogy zárt Facebook csoportban, vagy egy folyosói beszélgetés közben állít valakiről valaki hamis valótlan tényt, vagy egy nagyobb nyilvánosság előtt teszi ezt. Nem fordítunk elég figyelmet az arc, a nyaki és a nyelvizmokra, pedig ezek is kiemelkedő fontosságúak. Nemrég speciális torna indult Nagykanizsán gyerekeknek, amely a légzés, a nyelés és a testtartás összhangjával kíván segíteni a szervezet optimális működésében. A magyar fejlesztésű komplex programot dr. Papp Viktória hozta el Kanizsára. A csontban mozgathatók a fogak, külső erővel sorba állíthatók, valamilyen szinten az álcsontok is mozgathatók. Azonban a tényleges végső helyzetüket az határozza meg, hogy milyen állapotban van az izomegyensúly a száj belső és külső területén. Tehát, hogyha a fogszabályozással egyidejűleg nem próbálunk arra törekedni, hogy az izomegyensúlyt optimalizáljuk, akkor a fogak valószínűleg nem fognak abban a helyzetben maradni, ahova őket szabályoztuk. Úgyhogy ez is volt egy fontos tényező abban, hogy elkezdtem e felé kutakodni. 4,5-3,5 arányban egy fával nyert az NKTK ESE az elmúlt hétvégén. A kanizsaiak hazai pályán fogadták a Kondorfa együttesét, a vendégcsapat az MB2 délnyugati csoportjának utolsó előtti helyén állt a találkozót megelőzően. Az őszi idény utolsó meccse meglepetéseket is tartogatott, hiszen rendkívül kiélezett volt a találkozó. A két gárda szinte végig fej-fej mellett haladt, végül a kanizsaiak szerezték meg a győzelmet. Ezzel az NKTK ESE a középmezőnyben várja a folytatást. Az új év első hazai meccsét január 19-én rendezik. Híradónk végén nézzük meg még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Mint a villám, Magyarország legnagyobb gyors töltőközpontját adták át Sormáson. Közgyűlés előtt a tanévkezdés tapasztalatairól és egy bajcsai közterület elnevezéséről is tárgyaltak a szakbizottságok. Egyetlen fa, értékes győzelmet szereztek a kanizsai tekések. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 28-án szerdán. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm, viszontlátásra!